Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Több aktivitás Romániában. Tovább erősíti külföldön az online marketinget Gyula. A fotográfia bűvöletében. Keleti Éva képeiből nyílik kiállítás a Kohán képtárban. Új szaktantermet avattak. A vadgazdálkodási technikus képzést erősíti a GFE a Békési Technikumában. Nemecsek a könyvtárban. A Pál utcai fiúk kelnek életre a Gyulai Bibliotékában. Tavaly rekordot döntött Gyula a városban töltött vendégéjszakák számát tekintve. Idén tovább erősítene a Gyulai Turisztikai Kft., amely a határon túli területeken tervez nagyobb aktivitást. Ez a nap híre. A napokban zajlik a májusi rendezvények marketing tervezése a Gyulai Turisztikai Kft.-nél. Az első nagyobb esemény a Gyulai Virágok Fesztiválja lesz, melyre egy sajtó study tour szerveznek. Ide a hazaiak mellett Romániából is várnak újságírókat. A következő nagyobb rendezvény a 24. Nemzetközi Tűzoltó Csillagtúra lesz, melyre legalább 4000 tűzoltót, illetve érdeklődőt várnak a szervezők. Ennek a beharangozására is rendeznek egy nemzetközi sajtótanulmányutat. Pünköstkor a fürdőváros lesz néhány napig a Pálinka fővárosa. Idei study túrokat szerveznek. Május utolsó hétvégén rendezik meg a Háromváros Kerékpáros Fesztivált, melyet elsősorban belföldön fog népszerűsíteni a Turisztikai Kft. Komorócki Aliz ügyvezető kiemelte, az idei fő célkitűzésük, hogy Gyula a romániai piacra lépjen, és újra megszólítsák ezt a vendégkört. Ennek érdekében már tavaly decemberben megszervezték, és elindították a nemzetközi közösségi média oldalukat, melyen elsősorban brandépítő kampányok futnak. A város legnagyobb vonzerővel bíró attrakcióit és az általuk nyújtott programokat népszerűsítik. Többek között a Várfürdőt, a Várat, valamint az Almási Kastély látogatóközpont programjait. Emellett megjelenik a 100 éves cukrászda és a város gasztronómiai kínálata is. A Romániából érkező vendégeket elsősorban ezek az attrakciók és program lehetőségek vonzák Gyulára. Az online csatornáinkon, a social media felületeinken már futnak Romániában is ezek a kampányok, és még az fontos elmondani, hogy célpiacunk a kolozsvári, brassói és bukaresti lakosság. Szeretnénk az ő érdeklődésüket felkelteni városunk iránt, de az nem elég, hogy csak az érdeklődést keltsük fel, hanem szeretnénk elérni, hogy ez az érdeklődésen túl szállásfoglalás is realizálódjon a kampányok során. Így egy stratégiai megállapodást, együttműködési megállapodást kötöttünk a Romániában jelenleg terjeszkedő, építkező új szállásfoglalási portállal. Komorócki Alisz kiemelte, még 2018-ban kezdték el Gyula nemzetközi piacra vitelét. Már akkor is Románia volt a fő célpiac, ahová célzott marketing kampányokat indítottak. Ezt megszakította a koronavírus járvány, de a munkát idén újra folytatják. Az ügyvezető kiemelte, Gyulára elsősorban belföldről érkeznek vendégek. A külföldiek aránya 15-20%-ra tehető. Ebből a legtöbben Romániából érkeznek a fürdővárosba. Két vendégkört különböztethetünk meg. Az egyik a távolabbról érkező és a városban éjszakázó látogatók. A másik pedig a határmenti részről érkező turisták. Ők nem szállnak meg itt, hanem általában fürdőzni jönnek. Ők a vendégészaka számban nem mutathatók ki. Komorócki Alisz kiemelte, jelenleg is zajlik a garantált programok összeállítása, ezeket a tervek szerint áprilisban fogják elindítani. 4 új program lehetőséget terveznek 2024-re. Talán nem árulok el titkot azzal, hogyha elmondom, hogy indul egy új városnéző séta Gyulai Impressziók címmel, illetve a Gyulai Népművészeti Emlékek című előadást minden héten egy garantált időpontban hallgathatják meg a vendégek a gyulavári kastélyban, a Gyulai Népművészeti Emlékszobában. Az ügyvezető kiemelte, emellett terveznek még egy sörfőzde látogatást is Gyulaváriban.
Negyedik új programként a Máriás házat szeretnék bekapcsolni a garantált programok közé. Komorocki Alisz kiemelte, a régi, hagyományos programok is megtalálhatók lesznek az idei palettán. Többek között az evezés az élővíz csatorna belvárosi szakaszán, valamint az előző évek népszerű programja a séta a könyvtárban és a japán kertben. Hétfőn a vadgazdálkodási technikust képzést erősítő új szaktantermet avattak a Gál Ferenc Egyetem Békési Technikumában. A Fekete István nevét viselő vadászterem az elméleti oktatás helyszíne lesz a jövőben. A vadon élő állatok világnapjához kapcsolódva hétfőn felavatták a Gál Ferenc Egyetem Békési Technikumában a Fekete Istvánról elnevezett új vadásztermet. A 2020-ban indult erdésztechnikus azon belül a vadgazdálkodási szakirány képzésbe szinte hagyományok nélkül a nulláról indulva vágtak bele a Békési Szakiskolában, fogalmazott Szlota József igazgatóhelyettes. Békésvár megyében jelenleg is szakember hiány van a vadgazdálkodás területén, ezért is kiemelten jelentős az iskolában folyó gyakorlatorientált oktató munka. Az igazgató helyettes elmondta, az új szaktanterem kialakításában a diákok vállaltak oroszlán részt. Lehoztuk ide a park szívébe, pontosan azért, mert itt is megjelennek egyébként a nyulak, a fácanok és még az őzek is. Néha-néha kárt is okoznak az itt lévő fákban és bokrokban, de hát nem is az a lényeg, hanem a természet közösségét szimbolizálja az, hogy egyből, ha kilépünk a terem ajtaján, akkor a parkba jutunk, és hát az ott lévő élővilágot tudják megfigyelni. Illetve ez annyira elzárt kis terem lesz, hogy ezt a termet csak a vadgazdák fogják használni. Hát ők fogják a belső és a külső környezetét szépíteni, rendben tartani, és fejleszteni a saját ízlésük és szájuk íze szerint. Megyesi Ádám hivatásos vadászként tervezi a jövőjét, amit évek óta tudatosan épít a most 11-es fiatal. Elég közel állt a szívemhez a természet, maga a szakma. Ugye beleláttam a hivatásos vadászatoknak az életébe a kint eltöltött idők alatt, és ekkor határoztam el, hogy eljövök erdésztechnikusi szakra tanulni. A vadászterem a szakmai órák helyszíneként a vadgazdálkodási képzés otthona lesz a jövőben, mondta Hugyik Zoltán. A szakoktató kiemelte, jelenleg mintegy 30 tanulójár nappali képzésre, 20 pedig felnőtt oktatásban sajátítják el a hivatást. Az elmúlt időszakban a képzésben új irány is megmutatkozott. Fiatal emberek körében úgy gondolom elég népszerű, kicsit ilyen misztikusnak tűnik ez a vadász szakma. Nagyjából hasonló egyébként úgy gondolom az évenkénti jelentkezők száma, tehát se nem nőtt, se nem csökkent. Egy kicsit örvendetes számunkra, hogy egyre több a hölgy, aki ebben a szakmában szeretne elhelyezkedni. A Fekete István nevét viselő új szaktanterem a vadgazdálkodási képzésben résztvevő diákok központjaként a szakma és a természet szépségeire is ráirányítja a figyelmet. Kedden a déli órákban érkezett meg a Kohán Képtár új időszaki tárlatának anyaga. A március 12-én nyíló kiállítás Keleti Éva fotográfus munkáit mutatja be. Percre pontosan kedd délben érkezett meg a Kohán Képtár elé az a kisbusz, mely a legújabb időszaki tárlatanyagát szállította. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Szakemberei pár perc alatt végeztek a bepakolással. Igaz, ezúttal könnyebb dolguk volt, hiszen nem festményeket vagy más műtárgyakat kellett kipakolni, hanem fotókat. A képtár legújabb tárlata ugyanis egy fotókiállítás lesz, mégpedig a Kossuth és Balázs Béla díjas Keleti Éva munkáiból. Ez azért ad különleges élményt, mert a művészetek szinergiája megjelenik, hiszen nem csak a fotó nagyszerűsége az, amikor rátekintünk a képekre, tehát nem csak azt élvezi egy látogató, hanem ezek a művészek, akik különleges egyéniségek, és sugározzák a művészi kvalitásukat. A fotókiállítás előtt a hazai történelmi festészet nagy alakjának, Benczúr Gyulának a munkáit láthatta itt a közönség.
Fekete Domb Ildikó ügyvezető elmondta, ezt a páratlan összeállítást is sokan keresték fel. A Bence úr kiállítás fantasztikus lehetőség volt a gyulai kiállító terek életében, és hát a 4-1 belépőjeggyel rengetegen jöttek el hozzánk, és nagy szerencseink volt, hogy az utolsó hónapban a gyulai tankerülettel együttműködve több mint 1000 gyulai diákot is fogadtunk, tárlatvezetés keretében tekintették meg Bence úr műveit. Keleti Éva munkássága közel 70 évet ölel fel, művészi igénnyel készült munkái érdekes kordokumentumok is. A fotóiból összeállított tárlat március 12-én nyílik, és több mint egy hónapon át lesz látogatható. 7 éve járja az országot a Pál utcai fiúk kiállítás, a tárlat a napokban a gyulai könyvtárba érkezett. A tervek szerint számos iskolai csoport látogat majd ide a következő hetekben. 2017-ben indult országos útjára a Pál utcai fiúk kiállítás, a tárlat március 1-én érkezett a gyulai könyvtárba. Az itt látható anyag tablókat, tárgyakat és a pedagógusok számára játékötleteket tartalmaz, de QR kódos alkalmazások használatára is lehetőséget nyújt. Az egyik első ideérkező, negyedikes osztálya Magvető iskolából jött, őket Kisnécegléd Márta könyvtáros kalauzolta. Nagyon megtetszett ez a kiállítás, hiába felső tagozatos kötelező olvasmány legtöbbször a Pál utcai fiúk című mű, de úgy gondoltam, ha ez a kiállítás most jelent meg itt a könyvtárunkban, mindenképpen itt kell legyünk, meg kell nézzük, egy kicsit előkészítve majd, hogy 5.-6. osztályban felsős tanárokkal, magyar órákon fognak majd róla beszélni a gyerekek, illetve fogják majd olvasni. Élménynek szántam, és úgy gondolom, hogy lesz is haszna ennek a látogatásnak. A kiállítás 11 tablója nem csak Molnár Ferenc regényére, hanem az alapján készült 1969-es Fábri Zoltán filmre, és a Víg Színház musicaljére is épít. Reményeink szerint többen fognak érkezni, már a mai napon két csoport jött és megtekintette a kiállítást, és a kollégáim azon dolgoznak, hogy felhívják a figyelmet, hogy itt meg lehet nézni, egy picit más szemszögből is meg lehet nézni ezt a történetet, és nem csak azt fogja akkor az ember gondolni, hogy van egy kötelező olvasmány, amivel tényleg muszáj foglalkozni, hanem itt azért képi formában is megjelennek az egyes szereplők, egyes történeti részek. A Pál utcai fiúk kiállítás március 21-éig látogatható a gyulai könyvtárban. 6 rezidens dolgozik a Békésvár megyei központi kórház gyermekosztályán. Rövid hírek következnek. Vizsgálaton vesznek részt a Békésvár megyei központi kórház gyulai gyermekosztályának rezidensei ezekben a napokban készült felvételeken. Az osztályon jelenleg 6 fiatal dolgozik, gyulavári Tamara tavaly Szegeden végzett, gyulaiként pedig nem volt kérdés számára, hogy visszatér szülővárosába. A békésszentandrási Olasz Imre másfél éve dolgozik Gyulán, azt mondta, jó csapatba került, jól érzi itt magát, az itteni körülmények pedig azt is lehetővé teszik, hogy megfelelően képezze magát. Zsigmond Anna Regina Budapesten végzett, ott tetszett meg neki a gyermekgyógyászat. Tanulmányai befejezésével egy nagyobb gyermekosztályt keresett, és Gyulán találta meg számításait. Tudatos stratégia húzódik amögött, hogy több fiatal jön Gyulára, hangsúlyozta az osztályvezető főorvos. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, felvették a kapcsolatot az egyetemekkel annak érdekében, hogy népszerűsítsék a gyulai és a Békés Csabai gyermekosztályt. A fiatalokat elhívták Gyulára, hogy nézzenek körül, és ha megtetszik nekik, amit itt láttak, akkor dolgozni is várják őket. Abdulrahman Abdulrab Mohamed úgy vélekedett, egyértelmű hátrány Gyula távolsága a fővárostól, ugyanakkor sok fiatal pozitív választását segítette a város egyedülálló milliője, és hogy ők folyamatos képzést, odafigyelést és a szakma magas szintű átadását kínálják. A különböző generációk egyik fontos találkozójaként rendezték meg szombat este a gyulai román iskola alapítványi báját.
Az eseményre nem csak az intézmény jelenlegi tanulói és szüleik érkeztek, hanem olyan egykori diákok is, akik még mindig kötődnek korábbi tanulmányaik helyszínéhez. Az alapítvány tagjai az elmúlt időszakban azon dolgoztak, hogy megerősítsék az iskolához kötődő közösség összetartozását. E gondolat jegyében szerveztek például önkéntes családi napot, gyermekbarátabbá tették az iskola udvarát, és igyekeznek példát mutatni a gyermekeknek a társadalmi felelősségvállalás területén is. A bála kapcsolatok megerősítésén és az iskola népszerűsítésén túl fontos jótékonysági célt is szolgált. A gyulai román iskola báján közel 450-en vettek részt. A borongós, erősen esőre álló idő sem vette el az érdeklődők és a tenyésztők kedvét szombat délelőtt a gyulai sportcsarnok parkolójában rendezett galamb és kisállatbőrzén folyamatos volt az érdeklődés. A sarkadi megyeri Bálint azt mondta, szeret szabad idejében állatokkal foglalkozni, szívesen gondoskodik róluk, nézegeti őket. 51 éve galambászkodik a magyarbánhegyesi Nagy János, aki számára igazi szenvedélyé vált ez a tevékenység. Ő otthon 70 postagalambot tart, szavaiból az derült ki, ez a tevékenység a lelket is karban tartja. Széles kínálattal érkezett Vésztőről Varga Attila, aki azt mondta, Gyulára mindig szívesen jön. A közelgő húsvét hatása annyiban már érezhető volt, hogy a megszokottnál talán több nyulat hoztak az árusok. A hangulat egyébként is pozitív volt, hiszen a takarmányárak mérséklődése jó hatással volt a tenyésztők munkájára. Japport Mátyás arra is felhívta a figyelmet, hogy a húsvét kapcsán nyulat csak az vásároljon, aki hosszabb távon is el tudja látni az állatot. Menet közben szórt ki fehér port az autójából Csorváson az ügy egyik gyanúsítottja, amikor észrevette, hogy nem tud elmenekülni a rendőrök elől. A Békés vármegyei rendőrök az elmúlt egy hónapban több délalföldi településen vettek őrizetbe 8 embert, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak. A felszámolt hálózat tagjai a nyomozás jelenlegi adatai szerint Békés Csaba mellett Orosházán, Gyulán, Mékeréken, Vésztőn, illetve Szegeden és Budapesten is értékesítettek kábítószert. A tőlük lefoglalt anyagok között vannak különböző színű porok és tabletták, a gyanú szerint kokaint is árultak. Az egyik párosnál az elfogásukkor több mint 1 millió forint és közel 1000 euró volt. A még folyamatban lévő büntetőeljárásban eddig 13 fogyasztót hallgattak ki a rendőrök gyanúsítottként. Mindszenti emlékév kezdődött Veszprémben. Lapszemle következik. Krisztusra építve tudunk megújulni. Mindszenti 80 emlékévet hirdetett Udvardi György érsek, írta a Magyar Kurír. 80 éve 1944. március 5-én nevezte ki 12. Pius pápa Mindszenti Józsefet veszprémi püspökké. Utcát neveznének el Straka Ernőről. Békés Csabán egy Straka Ernő nevét viselő közterületre tettek javaslatot, írt a közösségi oldalán Herceg Tamás, országgyűlési képviselő. A jeles építész munkássága településképi jelentőséggel bírt, a mai város szerkezet kialakítása és számos jellegzetes épület megépítése fűződik a nevéhez. Többfelé költenek énekes rigók. Térségünk erdősült területein gyakran felcsendül az énekes rigók rendkívül változatos, sokféle dallamból álló repertoárja, írta a kmnb.hu. A madár messzire hallatszó, erőteljes hangja a koratavaszi erdők egyik legjellegzetesebb madár éneke. 9 éves gyerek vezette a traktort. A Jászai Horváth utcában kisgyermekét ültette a traktor volánja mögé egy orosházi férfi. Az orosz káfé azt írta, a kisfiú kormányzott, míg a kuplungot és a féket az apa működtette. Ellene pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra tettek indítványt. Szerdán még enyhébb lesz az idő, csütörtökön viszont hűvösebb időszak kezdődik. Hajnalonként fagypont körüli hőmérsékletre, napközben 10-12 fokra készülhetünk. Szerdán a reggeli köd után
Napos és felhős időszakok váltják egymást, akár az ég is megdörrenhet. A hőmérők éjszaka 4 fokot, a kora délutáni órákban 17 fokot mutatnak majd. Csütörtökön erősödő széllel hűvösebb időszak kezdődik, de mindenhol kisüt a nap. A hőmérséklet pedig 1 és 12 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Több aktivitás Romániában. Tovább erősíti külföldön az online marketinget Gyula. A fotográfia bűvöletében. Keleti Éva képeiből nyílik kiállítás a Kohán képtárban. Új szaktantermet avattak. A vadgazdálkodási technikus képzést erősíti a GFE a Békési Technikumában. Nemecsek a könyvtárban. A Pál utcai fiúk kelnek életre a Gyulai Bibliotékában. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Jó tévézést kívánunk!